Ma újra nyithattak az üzletek és szolgáltatók, erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Minden negyedik magyar ember megkapta legalább az első vakcinát. Az igazoltan koronavírusos betegek ne menjenek gyógyszert kiváltani. És viszonylag eseménymentesen teltek az ünnepek a tűzoltóknál. A Városi Televízió szerdai híradóját látják. Jó estét kívánok! Magyarország oltási rendje a terveknek megfelelően Európában kiemelkedően teljesít, megvan a 2,5 millió modig beoltott is. Ezt Orbán Viktor kormányfő jelentette be tegnap közösségi oldalán. Megköszönte az orvosok és az ápolók munkáját, a magyar embereket pedig arra kérte, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást. Fontos mérföldkőhöz érkezett az ország, 2,5 millióan már megkapták a védőoltást. Kezdte rendkívüli bejelentését tegnap Orbán Viktor miniszterelnök. Egy éve háborús időkre emlékeztető állapotok között, korlátozások, kijárási tilalom és személyes veszteségek mellett éljük az életünket. A vírus háborút indított ellenünk, és az egyetlen győzelemmel kecsegtető fegyver a vakcina. Egy hónap alatt 2,5-szeresére növeltük a beoltottak számát, ezért holnaptól nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások. Egy hónap alatt 2,5-szeresére nőtt a beoltottak száma, ezért léphetett érvénybe a lépcsőzetes nyitás első üteméről szóló rendelet. Kinyithatnak tehát meghatározott feltételek mellett az üzletek, újraindulhatnak a szolgáltatások. Járványügyi intézkedések lesznek, kérem önöket, ezeket tartsák be. Az oltást folytatjuk hasonló tempóban. Az orvosok és az ápolók munkáját köszönöm, a magyar embereket pedig arra kérem, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást. Magyarország lehet, Magyarország lesz az az európai ország, ahol a leggyorsabban jut vakcina mindenkinek. A szabályokról a nyitás első lépcsőfokáról szóló rendelet már meg is jelent a magyar közlönyben, és ma hatályba is lépett. Ez szerint a kijárási tilalom este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul. Az üzletek reggel 5 óra és este 9 óra 30 között lehetnek nyitva. Az üzletek, köztük a március 8-a óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók. A vendéglátó üzletek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket. Eddig az idősek oltása volt az első, ma már az aktív korosztály és a pedagógusok oltása is zajlik. Minden negyedik magyar ember megkapta legalább az első vakcinát, a kétszer beoltottak száma pedig meghaladja az 1 milliót, hangzott el ma az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Ez azt jelenti, átléptük a 2,5 millió beoltottat, ez az eredmény már járványügyileg is meghatározó, mondta György István államtitkár. Az oltási munkacsoport vezetője úgy fogalmazott, bízhatunk benne, hogy az átoltottság növekedésével a járvány is visszaszorul. Minden egyes oltással közelebb kerülünk ahhoz, hogy visszatérjünk a normális kerékvágásba, mondta. Eddig 3 900 000 regisztráltak, és 1,6 millióan még mindig várnak az oltásra. Ennyi vakcina továbbra sincs sajnos az országban, ezért továbbra is az határozza meg az oltás ütemét, hogy mikor és mennyi vakcina érkezik. Ami itt van, azzal tudunk oltani, és amennyi van, annyi ember tudunk oltani. A következő napokat is ez határozza meg. Kétfajta vakcinával tudunk oltani, a múlt héten érkezett Sputnikkal, és a ma érkezett Pfizerrel. Praxisonként átlagosan 50 főt küldhetnek a házi orvosok a kórházi oltópontokra csütörtöktől. A ma érkezett Pfizer vakcinából 32 ezer adagot a házi orvosok oltanak be. A többi mennyiséget pedig a második körös oltásokra és a pedagógusok oltására fordítják.
A járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek, erről már Müller Cecília beszélt. Az országos tiszti főorvos úgy fogalmazott, bizonyos stagnálást lehet látni, de a kórházi kezelésre szorulók száma még mindig nagyon magas. Látjuk azt, hogy fiatalok is nagyon rövid időn belül a fertőződést követően kórházi kezelésre szorulnak. Változatlanul igaz azonban az a tény, hogy minden alapbetegség nélkül továbbra is 3-4%-ban vannak jelen azok a betegek, akik súlyosan fertőződnek meg. Tehát akik kórházba kerülnek, jellemzően valamilyen krónikus betegségben szenvednek, vagy akár többfélében is egyszerre. Müller Cecília reméli, hamarosan tetőzni fog a járvány, de továbbra is fokozott óvatosságot kér mindenkitől. A legfrissebb járványügyi adatok szerint 1933-an fertőzöttek meg a vírussal, és elhunyt 311 beteg. A ceglédi adatok szerint 20 fő van járványügyi zárlat alatt, és 53 fő van járványügyi elkülönítés alatt, ők igazolt betegek, otthonukban gyógyulnak. Ma újra nyithattak az üzletek és szolgáltatók. A legtöbb helyen az ajtóra van kiírva, hogy egyszerre hány ember tartózkodhat bent és fertőtlenítik a kosarakat, sőt van, ahol az egész vásárlóteret. Az emberek nagyon örülnek, hogy újra mehetnek fodrászhoz, de a ruhaboltokban és például a telefonüzletekben is a szokásos vagy annál nagyobb forgalom van. Sokan nézelődtek, keresgéltek és vásároltak ebben a belvárosi használt ruhaboltban ma délelőtt. Március 1-én nyitottak, de néhány nap múlva már be is kellett zárniuk a járványügyi korlátozások miatt. A tulajdonos azt mondta, már alig várták, hogy újra kinyithassanak. Nagyon örültünk neki, nagyon vártuk. Már csak azért is, mert hogy egy hetet voltunk nyitva, ez egy új üzlet, és akkor nyilván vártuk, hogy mi lesz itt az eredmény. Örültünk, hogy végre meg tudtunk nyitni. Hát természetesen a biztonsági előírásoknak megfelelően a négyzetméter korlátokat betartva, a kosarakat fertőtlenítve. De a vevők közötti távolságtartásra is figyelnek. A négyzetméter alapú nyitvatartásnak megfelelve ebben az üzletben egyszerre 11 vevő tartózkodhat, ezt ki is írták az ajtóra. Már a reggeli nyitás után sokan érkeztek. A tulajdonos azt tapasztalja, az emberek örülnek, hogy újra szabadon vásárolhatnak. Meglepően sokan voltak, de úgy, ahogy te is mondod, valószínű, hogy ez az, hogy már mindenki vágyott rá, hogy egy kicsit az ilyen jellegű üzletekbe is szétnézzen, illetve hát tudjon egy kicsit kiszabadulni ezekből a hétköznapokból, és egy kicsit vásárolni. Nem csak a ruhaboltok, hanem az egyéb üzletek, például a telekommunikációs cégek is a szokásos vagy annál nagyobb forgalmat bonyolítják. Azt tapasztaltuk, az emberek türelmesen várakoznak a boltok előtt. De nem csak az üzletek, a szolgáltatók is újra kinyithattak ma. A kozmetikusok, fodrászok ismét dolgozhatnak. Minden előírást betartva az üzlet méreteihez képest fogadhatnak vendégeket. Az igazoltan koronavírusos betegek ne menjenek gyógyszert kiváltani a patikákba, kérjék meg hozzátartozójukat, ismerősüket, erre hívja fel a figyelmet a hálózatban működő gyógyszertárak szövetsége. A gyógyszerészek számos esetben tapasztalták, hogy a COVID-fertőzés kezelésére szolgáló gyógyszert saját maguk váltották ki a betegek, ami másokra nézve is jelentős egészségügyi kockázattal jár. Amíg az igazoltan koronavírusos beteg karanténban van, a neki felírt gyógyszert a hozzátartozónak, ismerősnek vagy szomszédnak kell kiváltani. A szabály ellenére többször is tapasztaltak az országban olyat a gyógyszerészek, hogy a covidos beteg saját maga ment a patikába. Ez több szempontból is veszélyes. A koronavírusos beteg nem csak a gyógyszertári dolgozókat, hanem a patikában tartózkodó vásárlókat is megfertőzheti. Az előírás szerint, ha igazoltan koronavírusos beteg megy a gyógyszertárba, rendkívüli intézkedéseket kell tenni. Be kell zárni a patikát, alaposan fertőtleníteni kell a helyiséget, és csak ezután lehet újra vevőket engedni a gyógyszertárba. A hálózatban működő gyógyszertárak szövetsége azt kéri, aki igazoltan koronavírusos beteg, ne menjen a patikába. A neki felírt gyógyszert hozzátartozója, ismerőse vagy szomszédja váltsa ki. Ha valakinek erre nincs lehetősége, nincs olyan rokona vagy ismerőse, aki ezt megtenné, a covidos beteg kérheti az önkormányzat segítségét a gyógyszer kiváltásához.
Utolsó útjára kísérték ma dr. Zsámberger Györgyöt. Az ismert és elismert szájsebész szakorvos több éven át volt a Ceglédi Kórház orvos igazgatója. 2014-ben Cegléd város egészségügyéért oklevéllel ismerte el a város fél évszázadnyi odaadó orvosi munkáját és közéleti tevékenységét. Dr. Zsámberger György 77 éves korában hunyt el. A Kálvária temetőben kísérték ma utolsó útjára dr. Zsámberger Györgyöt. A kórház egykori orvosigazgatójára, a haláláig szájsebész főorvosként dolgozó dr. Zsámberger Györgyre azokkal a szavakkal, mondatokkal emlékeztek, amelyet saját maga vetett papírra. A Toldi Ferenc Kórház jubileumi kiadványa kedvéért foglalta össze akkor addigi életútját. Dr. Zsámberger György pályafutása az egészségügyben műtős fiúként indult még az egyetem elkezdése előtt. Az orvosi egyetemet 1968-ban végezte el, majd utána katonai szolgálatra vonult be. 1970-ben tért vissza Ceglédre, mint fogszakorvos kezdett dolgozni a rendelőben. Már a kezdetektől barátkoztam a szájsebészettel. A baleseti sebészeten a sérült betegeket meggyógyították, de a fejsérüléseket nem. A Rókus kórházban jártam fel egy évig arc- és csontsebészetet tanulni, majd ezután már műteni tudtam az erre rászorult betegeket. 9 év után a szakvizsgabizottság engedélyével szakvizsgáztam. Ezt követően a baleseti sebészeten kezdtem el dolgozni dr. Anka Péter főorvos keze alá. Rengeteg munka is, majd 2 évtized múlva, 2001-ben kinevezték a kórház orvosigazgatójának. Legnagyobb és legfontosabb munkájának tekintette a baleseti sebészeti osztályt átköltöztetni a főépületbe, hiszen ott új és korszerű műtők voltak. Dr. Zsámberger György magas szintű szakmai munkavégzése mellett pályafutása során fontos feladatának tartotta kollégái érdekképviseletét is. 2 cikluson át volt a helyi orvosi kamara elnöke, illetve hosszú éveken át tevékenykedett a Pest megyei orvosi kamara elnökeként is. Nyugdíjba vonulása után sem adta fel orvosi hivatását, tovább működtette már önállóan a szájsebészeti ellátást. Ha az eltelt 50 évet jellemezném, akkor itt voltam, amikor elkezdték az új kórházat építeni, és amikor felépült. Óriási élmény volt az új kórház, modern, korszerű, öröm volt itt dolgozni. Egy vagyok azok közül az emberek közül, akik pályafutásuk alatt szakmailag végigjárták a ranglétrát. Számomra az életutam egy sikerélmény. Elértem mindent, amit akartam és szerettem volna. Dr. Zsámberger Györgyöt családja mellett tisztelői, barátai, egykori és jelenlegi kollégái kísérték utolsó útjára a Kálvária temetőben. Dr. Zsámberger György 77 éves volt. Viszonylag eseménymentesen teltek az ünnepek katasztrófa védelem szempontjából. A ceglédi tűzoltóknak csupán egy esetben kellett kivonulniuk. Konyhai tűzhöz riasztották őket, az eset szerencsésen végződött, senki sem sérült meg. Az avartüzek azonban egyre gyakoribbak, a száraz aljnövényzet, elhalt gajak és ágak könnyen lágra kapnak, főleg a külterületeken. A tűzoltók, mint minden ünnepen, a mostani húsvéti hosszú hétvégén is szolgálatban voltak. Szerencsére nem volt sok dolguk, mondta a katasztrófavédelem ceglédi kirendeltségének vezetője. Ünnepek környékén elsősorban a konyhában fordulnak elő tűzesetek. Most is volt egy ilyen tűzeset, ahol a konyhában a konyharuha törölköző közelebb került a nyílt lánghoz, mint amennyire szabad lett volna, és így az meggyulladt, meg tudott gyulladni, és így a konyha többi részére is a tűz át tudott terjedni. Szerencsére nem lett súlyos következménye, a konyha egy része ugyan a tűztől károsodott, illetve egy kisebb jellegű, kisebb égési sérülés is keletkezett a tűz folyamán, de szerencsés kimenetelőnek mondhatjuk ezt a tűzesetet. Egyéb ilyen húsvéti ünnepekre utaló tűzesetünk azért nem volt. Konyhai tüzekből tehát kevés, a külterületeken keletkező avartüzekből azonban több is előfordult az elmúlt hetekben. A száraz időjárás miatt az erdei avar és levélréteg, illetve az elhalt gajak és ágak teljesen kiszáradnak és könnyen lángra kapnak. A ceglédi tűzoltókat jó pár ilyen esetben riasztották. Már a március hónapban 41 olyan káresetünk volt, ahol vegetáció tűzhöz a kollégáimnak be kellett avatkozniuk, és hát
ez azért nagy fizikai igénybevételt követel a kollégáktól. Nem akkora kockázatos tűzoltói beavatkozás ez, mint egy melléképület tűzgázpalackkal, viszont akkora földrajzi távolságokat kell sok esetben gyalogosan megtenni a kollégáknak, ami azért lemeríti az állományt. Hamarosan a nyárfák pihéi is megjelennek, és több vagy akár több 10 centi vastagon borítják majd a földet. A pihék könnyen meggyulladnak, és nem könnyű az oltásuk, könnyen leéghet egy egész erdő. Az a tapasztalat, hogy a Cegléd környéki erdőgazdálkodók védőszántásokkal igyekeznek biztonságba tudni a fákat, ami fontos lépés a tűzvédelem szempontjából, tette hozzá Nagy Péter. A Nagy Péterrel készült teljes beszélgetést mai Háttér című magazinműsorunkban láthatják. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap várjuk Önöket, viszontlátásra!